kisgyermek még úgy hajol le, vagy úgy igazából guggol le egy tárgyért, ahogy az anatómiailag indokolt, és aztán ezt elfelejti. 10 emberből 7 nem vesz levegőt mozgás közben. Tehát nagyon nem tudják az emberek, hogy van ilyen, hogy modern tánc, és az nem azt jelenti, hogy neonszínű gatyában furcsán ugrabugrálunk. Grecsó Zoltán vagyok. Én elsősorban szabad tánccal és improvizációval foglalkozok, de kortárs tánctechnikát is tanítok. Minden felesleges feszültséget mindig kiveszünk a testből. Tehát ez egy alap. A kortárs táncnak ez egy nagyon alap. Ilyen szempontból nagyon hasonlít a meditációhoz vagy a jogához. Tehát amit nem kell feszíteni, azt nem feszítünk. Most, ha valaki eljön egy ilyen órára, akkor amikor elkezd mozogni, mivel hogy ezt mindig hallja és tudatosítania kell magában, ezért el tudja kezdeni figyelni, én is persze tudom figyelmeztetni, de ő is tudja figyelni azt, hogy mik azok az izomcsoportok, mik azok az izmok, amelyeket teljesen feleslegesen feszít. Ami nagyon általános, például nem gondolnánk, mi az, ami a legfontosabb egy mozgás közben. Mondjuk a levegővétel, hogy 10 emberből 7 nem vesz levegőt mozgás közben. Ezt a legalapvetőbb anatómiai ismérvünket, hogy akkor, amikor a bordakosár nyílik, akkor vákum lesz a tüdőben. Tehát egyszerűen csak hagyni kéne a levegőt beáramolni. Nem beszívni, hanem egyszerűen csak hagyni, hogy bejöjjön. És ugyanígy visszafelé is, amikor a rekeszizom visszajön, és a tüdőben megszűnik a vákum, hogy hagyni a levegőt, csak kijönni. Vegyél levegőt mozgás közben. Innen indulunk. Tehát, hogy keveset mozgunk, nagyon keveset mozgunk. Egyébként, és túl sok inger is ér minket. A két lábon járás se azért egy olyan nagyon szuper dolog, azért valljuk be őszintén. A gerincünk struktúráját tekintve azért, mert ez nem erre van kitalálva. Az elmúlt néhány évben óriási felfedezéseket tettünk. Rájöttünk arra, amit régen is tudtunk. Hogy tehát a fasciális hálózat, azok a kötőszöveti hálózatok hogyan stabilizálják a testünket, hogy miért kell ezeknek egyensúlyban lenniük, hogy minden mindennel összefügg, és ha az egyik oldalon valamit erősítek, akkor a másik oldalon azt nyújtom. És akkor amikor ezek eltolódnak nagyon, akkor alakulnak ki olyan problémák, amelyek nem megfelelő testtartáshoz vezetnek, vagy egyáltalán olyan neuromuszkuláris reakciók, amelyek nem megfelelőek. Például most a legáltalánosabb mondjuk egy karemelés. Nem tudják az emberek felemelni a karjukat. De hát mi hát a karomat én fel tudom emelni? Hát miért ne tudnám felemelni? Igen, a csuklyás izmodból. És akkor itt most, és akkor, de hát ez miért fáj ez mindig? Mert ez nem erre való. Tehát a csuklyás izomnak hosszúnak kell lennie, és a kézfejemet emelem. Ez mondjuk 10 gyerekből mondjuk 9-nél probléma. A hosszú, egészséges élet titka a testmozgás és a masszázs. Járnak hozzám 50 évesek, és volt, aki 50 évesen kezdte. Hála Istennek! A tánc tanulás sokkal intenzívebben óv meg az időskori demenciától, mint az olvasás, amit azért nem gondolnál. De hogy annyira összetett agyi funkciók, hogy itt ezt én most hogy mozgatom egyszerre, hát egy zongorázni megtanulni mennyire komplex dolog, hogy függetlenítsem a jobb kezemet a baltól. Most itt minden porcikámat kell függetlenítenem. Persze mondhatjuk azt, hogy de mihát egy tömbbe is tudom mozgatni. Igen, tudom, de hát pont ez a lényeg, hogy ne ezt csináljam, hanem érezzem meg, hogy akkor minden porcikámnak több mint 64 ezer lehetősége van megmozdulni. Szerintem mondjuk azt, hogy mondjuk a mellkasomra teszem a kezem, és kicsit belegondolok abba, hogy milyen a testemben lenni, ezt mondjuk szerintem napi 4-szer érdemes. De hogy egy táncórára is eljussak, az mondjuk legalább heti egyszer javaslom. Amit én népbetegségnek érzek, az a disszociáció, tehát hogy az embereknek arról sincs fogalmuk, hogy mi bajuk van, hogy nem vagyunk jelen a saját testünkben. Egyáltalán, hogy tudatosan kezdjek el foglalkozni, és ne feltétlenül ösztönösen azzal, hogy én hogyan művelem a testem, hogy én hogyan asszociálok a testemmel, hogy milyen testérzeteim vannak. Nagyon változom, minden egyénnél nagyon más. Tehát van, aki nagyon gyorsan fejlődik, és van, aki nagyon lassan. Ami nagyon fontos ennek kapcsán elmondani, tehát nem azért járunk táncórára, hogy megmutassuk, hogy milyen ügyesek vagyunk.
Tehát nem ez a cél. A cél az, hogy mozogjunk, tisztában legyünk azzal, hogy ez egy folyamat, meg kell tanulnunk a könyökünket és a térdünket összekoordinálni. Gyakorolni kell, nem kell megfelelni senkinek se. Általában nagyon elfogadó az a közeg jellemzően, ami a kortárs táncot körülveszi. Tehát, hogy most az én órám vagy bárki órája, én azt gondolom, hogy ez nem egy versengő közeg. Szerintem a nagyvárosokban mindenhol megtalálható a kortárs tánc. Budapesten a legadekvátabb az a Perc utca, meg a Jurányi. Kedves emberekre számíthat, és jó hangulatra. És persze egészen más testi érzetekre, mint az óra elején. Két gyakorlatot fogok mutatni, rögtön kezdik egy hasizom erősítéssel, mert a hasizom az tudok. Annyit fogjuk csinálni, hogy csak így. Először a jobb és bal kezünkre váltunk, a lábat nem kell megölni, a csíklóorpasztomizmunkat ne tereljük feleslegesen. Ugyanitt a felső combizmunkat se kell most tudni erősíteni. Tartom a felekemet, tartom a hasam és a hintát. Ebből csinálom, egy, kettő, három. Négy, és az ötödikre jön a lába, és a pocakomon keresztül fogok történni, és ugyanez a másik oldalon. Egy, kettő, három, négy, leteszem a kezem. Figyeljük, hogy ne fordulj szembe a hüvelyőt a mutatóra, hogy maradjon a mutató úgy a mellett a hüvelyőjjal, és így hozom át. Itt is tekeredem, itt is tekeredem. Itt jövök, jó? És akkor így jön vissza a lábam. Még egyszer a kört, tehát nem opponálok, tehát nem fordítom szembe a hüvelyőjjel a mutatóval, hanem lepetegyem. Ahogy érintem a talajt már, az is itt is a testi intelligenciámmal megjelenik, hogy nem az opponálom, hanem hogy érint. És akkor így indul, és körbe. Tehát a gyakorlat pedig úgy néz ki, hogy 5, 1, két, három, négy, és most pedig maradt. És akkor ugyanez fog jönni jobbra megint. És négyet ajánlok jobbra-balra minden nap. A következőnél egy picit nyújtani fogunk. Ezt úgy nevezem, hogy gátulés, ez a Z pozíció. Itt nagyon érdekes rögtön azzal foglalkozni, hogy a medence fenekem hogyan tudom artikulálni a talaj felé. A medence fenék rugalmassága elképesztően fontos a szülés szempontjából. Hogy mennyire és hogyan tudom artikulálni a medence fenék négyszegét, azaz az ülőgumót, a szemüvegcsontot és a farokcsont utolsó csigolyát egymáshoz képest. Ezáltal még egy kellemes kis masszást tudok adni a csíklóorpasztomizmomnak. Ez az andodant, tehát a befelé forgatott tulajdonsága a bal lábam most. És akkor ehhez képest lekeszem a bal lábamat. Annyit gyakorolni is, hogy emel a fenék, mint egy harag nyelve, így is nevezik ezt franciául, hogy klossz, mert a franciául kell írni a táncmozdulatokat, vagy nevezni, szóval, hogy klossz, egy harang, jön egy láb, és megemelkedik egy fenék. Egyelőre csak ezt szeretnénk kérni, és az érdekes még, a kortárs táncban, hogy a test minden pontján egyszerre indul, és egyszerre ér véget a mozdulat. Mert hogyha a lábam lemarad, és bum, közik a fenekem, vagy a lábam jön, és a fenekem közik, akkor beleütődöm a talajba ahhoz, hogy koordináljam a testem a talajra vissza, és a gravitációt megfelelően kezeljem. Ahhoz minden egyszerre kell történni. Ha ez megvan, csak akkor úgy csak egy annyit harag, kinyitom a lábam, harag a másik oldalra. Azt szoktam mondani viccesen az orgánok, hogy érdemes megtanulni esni, még nyugdíjas kor előtt. Most azt koordinál, hogyan teszem le a fenekem a földre. A vállamat még nem tanuljuk, de a vállam azért megmutatom, a vállamat is úgy teszem be, hogy először beteszem a tenyerem,
egy dolgot nagyon nem szeret a Homo sapiens teste, hangyattesni. Tehát, hogy innen mindig, mint a cica, ráfordulok arra az irányra, amerre megyek, a talaj felé. Leteszem a tenyeremet, megint csak nem opponálok, tehát hogy a hüvelyik ujjamat a mutató ujjam mellett tartom. Leteszem a tenyerem, hajtom a könyököm a testem felé. Minél közelebb hozom, annál könnyebb lesz koordinálni a testet, és leveszem a vállam. Ez az a tudomány, amin nap mint nap nagyon sok ember élet múlik sajnos, és itt vagyunk, így jövünk a másik oldalra, és megint felülünk zébel, akkor gyakoroljuk ezt egy kicsit. Gurul, tenyérkönyök váll, oda viszem a vállam a készfejemhez, momentum a készfejemből tenyér lesz, és már elbírja a súlyomat. Én nagyon sokszor találkozom azzal a jelenséggel, hogy ez történik, ezért törik el egy balesetnél. A másik a blokkolás a balesetnél minden végtagunk. Ezért van az, hogy aki alszik egy autóban, az nagyobb valószínűséggel éli túl az autóbalesetet, mint az, aki ébren van. Tehát, hogy mert ezeket a neuromuszkuláns reakciókat elfelejtjük, hogy tenyér, hogy könyök, hogy vál, hogy gurul, hogy vál, könyök, tenyér, de közben meg tudja a test, meg alvás közben meg, mert hogy ez annyira érdekes, hogy amúgy a testünk, ha bíznánk az intelligenciájával, akkor ezeket a dolgokat automatikusan megcsinálná. És akkor itt vagyunk, hát ez a kortex, ez egy nehéz dolog. Nagyon jött az a hangok leven, jön ez a harangmanó, itt megint most a másik oldal, és akkor gyakoroltuk azt, hogy bum, gyakoroljuk azt, hogy volt. És akkor azt csináljuk szerintem, hogy hátrahozzuk a súlyunkat, ettől súlytalanná lesz az előlévő lábunk, és akkor egyszerűen csak ráhagyunk, visszajövünk, kis harang, másik irány, és visszajövünk zébe, és ráhagyunk. Tehát mindig mindent megcsinálunk jobbra is és balra is, ugyanannyira fejlődünk. Az egyik kezünkben a nylonszatyor van, a másik kezünkben a mobiltelefon. Van egy támasztó és egy dolgozó oldal. Mindig támasztunk és dolgozunk. A fűrészelésnél, ha belegondolunk. Szóval, hogy itt most kiegyenlítjük a két oldalbeli különbségeket, amik az életben átalakítják a mi anatómiánk. És itt vagyunk, ráhajoltunk. Harangjelje. Ha nekem engurulok harangjelve, visszajön zébe. Előre jön, ráhagyom, visszajön harangjelve, gurul a fenekén keresztül, vissza. Itt is megnyújtam, artikulálom a medence feneken, artikulálom, és jól meggyújtom, visszahúzom harangjelve. Puhán teszem le a feneken, kifejezetten ügyelek arra, hogyan koordinálom a testem a talaj felé. Súlytalanná válik az előlévő láb. Beszéltük a levegőről, hogy... Kifúj. Visszajön. És... Mindig összeállja, kifújom. És... Oké, és csak bezárunk, előkészítünk, beülünk a medence felé, mérteni középpontja fölött van a fejtetőpontunk, és egy picit beállunk a szemünk, és csak arra figyelünk, hogy milyen érzés a testünkben lenni. Hagyjuk a gondolatainkat áramolni, érezzük, ahogy alá támasztott a talaj, minden felesleges feszültséget elengedünk a testből. Figyeljük a légzésünk, hogy milyen szagokat, hogy milyen illatokat érzünk, milyen hangokat hallunk, hogy milyen érzések vannak a mellkasunkban és a zsigereinkben. És veszünk egy nagy levegőt, ahogy kinyitjuk a szemünk. Megérintjük a tükörtengelyünk, az két egyenlő féltekére választja szél a testünket, vizualizáljuk is ezt a tengelyt. Örömmel legyek együtt táncolni. Szervusztok! Thank you.